Már láthatták a Phoenix televízió műsorában Szendővi Balázsnak a 2019-ben bemutatott nagyszerű természetfilmjét, amely a Szőke tó a Tisza tó 6 évszaka címet kapta. Most tekintsék meg Szendővi Balázs filmjének harmadik és negyedik részét. A Tisza-tó nagy részét nyárra elborítják a felszínig felhatoló hínárnövények. A tündérrózsa egész nyáron virágzik, a súlyon pedig hatalmas mezőket alkot. Az elmocsarasodás folyamata előre haladott, amit minden nyáron vízikaszálással igyekeznek lassítani. A motorcsónakok orrára szerelt lengő kaszákkal nem a teljes súlyon mezőt vágják le, csupán sávokban nyitnak ablakot a fény számára, ezzel adva lehetőséget a haltáplálék szervezetek elszaporodására. A munka eredménye messziről látszik. A kezelésbe vett területeken csíkossá válik a növényborítás. A halak közül főként az ivadék kedveli ezeket a helyeket, ahol a szegélyek mentén élelmet és búvóhelyet is talál. A növényszőnyek tetején zajlik az élet. Sok madár választja vadász területül a hullámzó zöld mezőt, néhány még a fészkét is ide rakja. A védett tündérfátyol sárga virágszőnyege elborítja a poroszlói medence egy eldugottabb sarkát. A fattyú szerkő, ez a kistermetű, légi akrobata halászmadár, az aranyló tündérfátyol mezőbe építi úszófészkét. A tojásokon a pár felváltva kotlik. Naponta többször cserélnek. A fészkek sűrű telepet alkotnak, és a közelebbi szomszédokkal mindig akad nézeteltérés. A kotló madarat a párja eteti az általa fogott apró halakkal. Alattuk méternél mélyebb a víz. A fészek pedig könnyen átnedvesedő növényi korhadékokból, avasnádból, tündérfátyol levelekből épült, ezért folyamatosan szállítani kell a tetejére a friss építőanyagot, miközben az alja átázik és süllyed. A kotlás a könnyebbik feladat. A másik fél folyton ide-oda repdes a fészek anyaggal. Alattuk a növénymező szárairól szivárványos ökle csipegeti az élő bevonatot. Nem sokára a bodorkák is csatlakoznak hozzá. Egy másik gyakori hal, a vörös szárnyú keszeg azonban nem csak a bevonatot fogyasztja a növényekről, hanem magukat, a zsenge leveleket, hajtásokat is megeszi. Növényi táplálék nélkül hiánybetegségek is felléphetnek nála. Semmi mással össze nem téveszthető, kerekded, színpompás hal úszik elő a hínárosból. A naphalat amerikai őshazájából gondatlan akvaristák szabadították a hazai vizekbe, s hamar az egyik leggyakoribb tagja lett a faunának. Akár csak a 20. század elején, amikor bekerültek hazánkba, a naphalpárok nászuk idején most is keringőt járnak. A nyomukban simára kopik a táncparkett a sekély vízben. Az lesz a majdani fészek helye. A hím családjáért tanúsított önfeláldozása is múlt századi stílusú. Egész napját ott tölti a kis csupasz területen, és őrzi a fészket, melynek szegélyén a megtermékenyített ikraszemek fejlődnek. Ha másik halat észlel, fúriaként rohan oda és kergeti el a betolakodót. Veszélyt látva a fészkét őrző naphal pillanatnyi mérlegelés nélkül lendül támadásba, még az ember kezének is neki ront. Ez a bátorság lehet egyik oka a terjedése sikerének. Ez az öreg példány sebesült homlokkal és valaha nyomorékká tépett, félmellúszóval is rettenthetetlenül örködik. Van valami azonban, ami elől hiába őrzi a fészket.
Bármekkora ellenfélnek neki megy, de ami most jön, az nem nagy, ám sok. A fekete törpeharcsa frissen kikelt ivadékai hatalmas bolyokban fésülik át a hínárost, bármi ehető után kutatva. A törpeharcsa fajokat a 20. század elhibázott idegenhal telepítései során hozták ide, és a jövevény állandó ökológiai veszélyhelyzetet idéz elő, rendszeres túlszaporodásával. Augusztusban megkezdődik a fekete törpeharcsák második ívási hulláma. A vízben nincs ellenségük. Néhány halászmadár ugye megfogja őket, de elfogyasztani a mérges tüskék miatt nekik sem könnyű. A törpeharcsa inváziót emberi beavatkozással igyekeznek lassítani. Ökológiai célú szelekciós halászok járják a tavat, varsáig fogásából csak a törpeharcsát tartják meg. A halász a hálóba tévedt őshonos halakat nyomban szabadon engedi. A napi zsákmány oly mennyiségű lehet, amit a kis csónak egyetlen fordulóval nem tud kiszállítani. Egyrészt tehát a haltartóban marad, egy fuvarnyi pedig a halpiacra kerül. A halász szabadon értékesítheti. Az amerikai eredetű fekete törpeharcsát népélelmezési céllal tévedésből hozták be Olaszországból 1980-ban, és rendszeres túlszaporodása nem csak korábban bekerült rokonát, a barna törpeharcsát szorította ki vizeinkből, hanem az őshonos fauna tagjait is veszélyezteti. Ez nem annyira meleg, ez csipegethetek. Jó. Hosszával mosát. Felnyitják, és akkor 99. A tiszató idegenforgalma nyár végéig évről évre egyre sűrűbben pezseg. Turisztikai fejlesztéseknek, fesztiváloknak és nem utolsó sorban magának a túlnak köszönhetően egyre több ember tölti itt a szabad idejét. Akik a természet csendjét szeretik, azoknak szeptemberig várniuk kell. Ősz közelettével a madarak nagyobb csapatokba kezdenek verődni. A sirályok az elsők, már az augusztus végi csendes napokon összefognak. A szeptember enyhethadó északi széllel érkezik. Katona szitakötők hímje biztosra megy. Először az idegen hími varsejteket távolítja el az általa megragadott nőstényből, és csak utána helyezi bele a sajátjait. Ezután tandembe kapaszkodva keresik fel a peterakó helyeket. A hím irányítja a nőstényt, így személyesen győződik meg arról, hogy megtörténik az általa megtermékenyített peték lerakása. A napok rövidülnek. A távolodó fény vissza-vissza néz, káprázatos színeket csal ki az elcsendesedett tiszatavi tájból. Beköszöntött a tiszató negyedik évszaka, a nagyvizes ősz. A vadludak társadalma is összefogott, népes csapataik minden irányból újabb érkezőkkel gyarapodnak.
tavat körülvevő gátra két idei őszgida életében először merészkedik ki. Anyjuk az erdő sávon túlról figyeli őket. Elment a két lány virágot szedni, elindulnának, kezdének venni. Egyik a mástól kezdik értetni, ki volt az éjjel véget kéretni. A töltés kaszált füve és a közmunkások által frissen lemetszett gajak csalták őket ide, de egy-két harapás után inkább visszatérnek az erdősáv biztonságába. A mezei nyúl sem tud ellenállni az ősszel is zöldelő fűnek. Épp időben áll odébb, az érkező róka nem látta meg. A töltésen a vadok némileg megszokták az emberi forgalmat, ezért nyugodtabban időznek rajta. A róka a gát oldalába járatokat forró pockokra vadászik. Ez most nem sikerült, de a gát hosszú. Valahol biztosan nagyobb szerencséje lesz. Október, az abátszaló kis strandon. A part kihalt, sehol egy lélek. A vízbe nem megy senki, eső is régen volt már, így a Tiszató legmélyebb vízteste, az abátszalóki medence az itt megszokotthoz képest egészen letisztult és átlátszóvá vált. Elsőként tájidegen fajok tűnnek fel, így az amerikai eredetű cifrarák, amely a rá nem veszélyes rákpestis terjesztésével őshonos rákjaink jelentős részét már kipusztította. A távol-keleti amurgéb nem nő nagyra, de ő felelős egyik legkülönlegesebb halunk a lápipóc eltűnésért a legtöbb tiszamenti élőhelyen. A cifrarák és az amurgéb katasztrofális meghonosodását is emberi felelőtlenség okozta. A strand átmeneti háborítatlansága nagy halforgalmat eredményezett a part mentén. A bodorkák és hüggérek között néhány vágó durbincs jelenik meg. A horgászok által megvetően csak paptetűnek nevezett kis hal régen tömeges volt. Sokan, ha véletlenül kifogtak egyet, egyszerűen agyon taposták vagy kidobták a partra. A közelmúlt során Európa szerte drasztikusan megfogyatkozott, emiatt Magyarországon néhány éve törvény rendeli el, hogy tilos horgászni rá, minden példányát vissza kell engedni. A harraj leír egy tiszteletkört az érkező balin körül, igyekezve távol maradni tőle. A folyami gébek egyre nagyobb szerepet töltenek be ragadozók táplálékaként. A sügér is kitanulta, hogyan kapja el a furcsa mozgású, fenéken mászkáló halakat. Persze, ha túl nagyok neki, kisebbeket kell keresnie. A strand és a kikötő parti építményei alatt egyre több és többféle hal tűnik fel. A pontyok elhagyták a nádas oltalmát, és inkább itt gyülekeznek. A halak valamit megérezhetnek a közeljövő változásaiból, mert egyre többen gyűlnek össze itt, a Tiszató legmélyebb medencéjében. Még az éjszaka hala, a harcsa is előjött, és vár valamire a nyílt vízben. Amit a halak éreztek, most bekövetkezik. A duzzasztó műben megkezdik a tározó részleges lecsapolását. Ez a Tiszató éves körforgásában a legdrámaibb változás. Az ötödik évszak, a kisvizes ősz kezdete. Sok helyen egyszerűen nem marad víz. A csupasz tófenék tűnik elő.
Az élővilágot új kihívás elé állítja a víz eltűnése. A réti csík most nagy hasznát veszi hajszál erekkel gazdagon átszőtt utóbelének, melyel a lenyelt levegőből is képes oxigént felvenni. A népnyelvűt ásoványhalnak is hívja, és tudományos nevében is szerepel a fosszilis, azaz ásatag jelző. Kiszáradás esetén a laza mederfenék bássa magát, és ott várja be az újabb áradást. Sietnie kell, mert a kiszáradt partot ragadozók járják, kintereket halakat keresve. A guvat, kistermetű madár, férgek és kisebb halak után kutat. A réticsik mozgása felkelti a figyelmét, de a madár habozik, mert az emlékeiben nem él kép ilyen furcsa halról. Tétovázásán gyorsan urrá lenne, de a csík az utolsó pillanatban beássa magát. A guvat számára a hirtelen eltűnő hal a második meglepetés ezen a napon. A többi hal nem ilyen szerencsés, rájuk szomorú sors vár. A fulladás hosszas szenvedésétől legtöbbjüket megmenekítik a kócsagok és más halászmadarak. Néhány nap alatt eltűnnek a haltetemek a leeresztett tómederből. Az eldugottabb kis kubik gödröknél legfeljebb az ökörszem énekel, a bentreket halok semmi és senki által nem látva fuldokolnak az oxigén szegény vízben. A halőrök azonban néhány napon belül tudomást szereznek a helyzetről, és halmentést szerveznek. Az eső itt nem segít. A központi lecsapolással a víz egyre apadni fog. A halőrök kerítőhálóval fogják ki a gödörben rekedt halakat, majd kiviszik őket a Tiszához. Itt szétválogatják a zsákmányt, amelyben védett, őshonos és tájidegen faj is akad. A mintegy 30%-ot kitevő őshonos halat a Tiszába engedik. A munkát addig folytatják, amíg halat találnak a kiszáradó gödörben. A csökkentett vízszint miatt szárazra került a hallépcső is. A halak útja a jövő év áprilisáig el van zárva. Az Abátszalóki medencében maradt aránylag a legtöbb víz. Nem véletlenül gyűltek ide a halak még nagy víznél. Most itt van a legkülönfélébb vízi madarak találkozó helye is. Abátszalók késősszel a madarászok, madár megfigyelők paradicsoma. A szárcsák külön rajban keresgélnek a vizen, a récefélék és a vadludak inkább a sárban kutatnak. Az egész táj lüktet és mozog a madaraktól. A veszélyt elsőként a ludak észlelik. A szárcsák is menekülnek, a récék is felrebbennek. Az Abátszalóki medence összes madara pánik félelemben kavarog a levegőben. Három portyázó fiatal rétisos érkezett. E hatalmas ragadozók szárnyfesz távolsága elérheti a 2,5 métert. Egy ott ragadt réce az utolsó pillanatban bukik alá egyikük elől, de ezzel nem menekült meg, mert a sas egy kör után újra próbálkozik.
A sasok nem tűnnek igazán éhesnek, inkább csak felmérik a terepet. Évről évre sok kóborló rétisas dönt úgy, hogy a Tiszatónál tölti a telet. A reggelek már ködösek a Tiszán. A víz ide szorult vissza. A halász két társát várja, hogy megkezdjék lehelyezett, hatalmas fenékvarsáik napi ellenőrzését. A természetes vízi, kereskedelmi célú halászatot az egész országban megszüntették néhány éve. A halászok számára az ökológiai célú gyérítő halászat jelenthet alternatívát. Kizárólag tájidegen fajokat foghatnak ki, az őshonosakat vissza kell ereszteniük. Ezzel hozzájárulhatnak az egyik legnagyobb ökológiai probléma enyhítéséhez, és egyben a mesterségüket is tovább bűzhetik. Ez a halászat most busára szól, amit más módszerekkel igen nehéz hatékonyan gyéríteni. Ugyanezen a reggelen, nem messze innen, a halfogás másik, modernebb és egészen más célú módját is megfigyelhetjük. Horgászok hódolnak szenvedélyüknek. A pergetés módszere ragadozó halakra szól. A kifelé csévélt zsinór végén kis halat vagy férget utánzó műcsali ingerkedik. A horgón egy kisebb csuka fickándozik. Kiemelése után az történik, ami halfogó között csak a legutóbbi időkben kezdett elterjedni. A horgász nyomban visszaengedi a halat a vízbe. A cél tehát itt első ízben nem a zsákmányszerzés, hanem maga a fogás élvezete, a sport, játék. A következő busa is hálóban van. Ezt nem sportból fogták meg, a halász számára kenyérkereset. Kemény és sokszor nem is eredményes munkájának itt maga a hal a díja, amit szabadon értékesíthet a halpiacon. A busák sokat ugrálnak és dobálják magukat, így a hálókat gyakran javítani kell. Amíg apa és fia ezen dolgozik, addig a másik halász elindul meglátogatni a saját orsáit. Közben a reggeli köt feloszlik, és derűs őszi nap veszi kezdetét. A horgászok minden halat visszaengednek. Egyfelől így több hal marad, nem apad az őshonos állomány, másfelől azért vannak, akik szerint a horgászatnak ez a módja közel áll a szórakozásból gyakorolt állatkínzáshoz. Bárhogy is van, a lelkiismeretes horgász vigyáz a halra, és a lehető legkisebb sérülést és szenvedést okozza neki. A varsában megmozdul valami hatalmas. Ez a méret harcsának is becsületére válna, mégis egy óriási bus alapul a hálóban. Megközelítheti a 20 kilós súlyt. A horgászpáros nem adja fel. Csukán kívül másféle harra is várnak, amely mindjárt meg is érkezik. Neked is? Nem biztos. De, ott van, sülő. Ott van nehéz. Jaj, de szép. Ott egy más. Egy-egy sülő teszi változatosabbá a pergető horgászok őszi fogását. Szép az előtt. A halászok varsájába is akadhat süllő és más őshonos hal is. Ilyenkor a szabály egyértelmű, vissza kell engedni őket. A 7 kiló körüli gigászi süllő ugyanúgy szabadon távozhat, mint a keszegek. Ha busán kívül több más hal is volt a varsában, a halász felszedi és távolabb rakja le azt, hogy ne zavarja a telelése összegyűlő őshonos halakat. Decemberrel feltámad az északnyugati szél, csípős hideg érkezik. Az emberek, az állatok és az egész lecsapolt holdbéli táj megadóan várja a tél érkezését.
vadludak a környező földeken táplálkoznak, de a vízen nagyobb biztonságban érzik magukat, ezért naponta többször is megteszik az utat e két hely között. Mindig nyílt területre, tó vagy puszta közepére szállnak le, hogy ne lophassák be őket ragadozók vagy emberek. Kijelölt őrszemeik időközönként váltják egymást. A hideg nem zavarja őket, addig maradnak, amíg le nem esik a hó, és el nem takarja táplálékukat. Akkor egyszerűen délebre vonulnak a hóhatár alá. Hó és a fagy késik. December elején a Bere felső holtiszán és a négyes számú öblítő csatornán szabad vízben úszhatnak a halak. Itt több nyom utal a vidra jelenlétére. Előbb-utóbb maguk az állatok is feltűnnek. A vidra szereti mindig ugyanazt az útvonalat és partszakaszt bejárni, különösen, ha ilyen sok a kis hal. Ez a példány nem siet. Elnézegeti halfogásban szintén jártas kollégáját, a kócsolót. Hirtelen azonban felfigyel valamire. Egy kerékpáros halad a gáton. A vidrák pedig ilyen elővigyázatos és emberkerülő állatok, amire sajnos meg is van minden okuk. A kerékpáros tovább halad, így a vidra is megkönnyebbül. A vízben nincs hal, ami megmenekülne előle, de ő a kisebb, könnyen mancsba fogható halakat részesíti előnyben. Leggyakoribb zsákmánya hát a keszekfélék mellett a törpeharcsa és az ezüstkárász. Ilyenkor tulajdonképpen ő maga is ökológiai célú szelekciós halászatot folytat. A halat természetesen nem engedi vissza, és nem is raktározza. Egy biztos helyre vonulva azonnal elfogyasztja. Előfordulhat persze, hogy többet fog, mint amennyit meg tud enni, ilyenkor egyszerűen sorsára hagyja a megkezdett haldögöt. Ezért az ember ráfogta, hogy pazarol, és máig kevesen tudják, hogy igazából pozitív ökológiai hatást fejt ki. Amíg a vidra aludni tér, addig kint hagyott hala más állatok táplálékául szolgál. Télidőben sok állatnak egyetlen élelme lehet a vidra által kint hagyott hal. Ezt most először egy széncinege találja meg, de nem sokáig örülhet neki, mert egy nagyobb madár, egy szajkó érkezik. Ő sikeresen el is ragadja a halat. A cinege visszatér, és méltatlankodva látja, hogy az előbbi hal sehol sincs már. A szaga azonban még ott van, amit a madarak nem éreznek, de a most érkező nyuszt annál inkább. A halat már ő sem találja meg, de azért biztos, ami biztos, egy területjelölést nem mulaszt el. A cinege álhatatos madár. Ha kitartóan kutat a vidra területén, előbb-utóbb neki is jut hal.
A vidra tehát, ha nem is tudatosan, de jóval az ember előtt megvalósította a téli madáretetést. Megjött az igazi tél. A Tiszatú hatodik évszaka. A hó betakarja a lecsapolt tófenekét és az ártéri erdőket. A fagy markába szorítja a világot, és csak azt engedi túlélni, aki és ami megfelelően felkészült rá. Fehér takaró alatt lapul a tó. A gátvonala felülnézetből csak a mellette futó erdősávból sejthető. Az örök bohém récék a téli dermedésben saját strandot alakítottak ki. Léhógó a nevük azoknak a be nem fagyott vízfoltoknak, amiket a vízimadarak állandó mozgása tart jégmentesen. A szegélyen lévő jég igen vékony, szárazföldi ragadozó ide bejönni nem tud, a sekély víz alján pedig mindenféle finom falatokat lehet keresgélni. A récék igazán nem értik, mi olyan szörnyű a télben. Egyre többen érkeznek, és a lihogó egyre kiterjedtebb lesz, végül a Sarudi medence szélességének felét elfoglalja. Egy szigeten megbújó belső tavon, a göbén egy félrehúzódó hattyú család saját lihogót alakított ki. Elvonulásuk oka négy visszamaradott, későn kikelt gyenge fiókájuk. A természet most egy rókát küldött, hogy mérlegre tegye őket. És egyúttal a rókát is, aki szintén mérlegelhet az éhsége és a vékony jég miatt érzett félelme között. Egy ökörszem meglátja a rókát, és riasztani kezd. Ez már túl nagy felhajtás. A róka inkább keres egy másik partrészt, ahonnan le lehet menni a lihogóhoz. A hattyúk középre gyűlnek, a jég pedig veszedelmesen vékony. Ez volt most a szerencséjük, és a róka bal szerencséje. Az ember nem csinál gondot belőle, ha a jégre kell mennie. Az örvényi morotva lecsapolt medrének fagyos iszapját egy hatalmas munkagép töri fel. A halakért van itt, bár éppen közel s távol sehol se víz. Éjjel-nappal ködben és fagyban folyik a munka. Azon dolgoznak, hogy a következő télen legyen itt elegendő víz is, hal is. Egy mély árkot alakítanak ki a mederben, amely halágyként funkcionál majd, hogy az őszi leeresztést követően itt is tudjanak telelni a halak. A halágy közel 1 kilométer hosszú, 11 méter széles és 2 méter mély lett, a meder pedig 26 ezer köbméter iszappal lett szegényebb. Zajlik a Tisza. A jégtáblák egyre sűrűsödnek. A vízzel teli tó zajló jegével a parti építmények és maga a kiskörei duzzasztó sem tudna megbirkózni. Ezért csökkentik térre a vízszintet. Bár a tározótérben nincs semmiféle áramlás, kérdés tehát, hogy milyen erő mozdítaná meg az itteni jégborítást. Thank you.
Nyílt vizet továbbra is szinte csak az Abátszalóki medencében látni, ahol telelőszártsák hatalmas csapatai gyűlnek össze. A szártsák felváltva buknak víz alá, és hoznak fel maguknak egy-egy csipetnyi moszatot és növényi törmeléket. Zsíros tolluk taszítja a vizet, belső zsírrétegük jó hőszigetelő. A rétszék lihogója hamarosan célponttá válik. Egy öreg és egy fiatal rétisas szemeli ki magát. A rétszék nyomban menekülnek, de néhányan visszahullanak, vagy inkább el sem indulnak. Ők az öreg, fáradt, gyenge példányok. A sasok miattuk jöttek, tudva, hogy könnyű zsákmányt jelentenek. De nem fogják meg őket azonnal, inkább felülnek egy magas őrfára, és onnan vigyázzák a kocsákat, mintha saját nyájuk lenne. Akár egész nap is ott ülhetnek támadás nélkül. A reppenésnyire lévő élelem közelében. A rétisasok táplálékának nagy részét hal teszi ki. Télen, amikor a vizek bezárulnak, főleg elpusztult, nagyobb halakat keresnek, amik köré aztán többen is oda gyűlnek. A sas sokáig elbíbelődik a fagyos hússal, felkeltve két társa figyelmét és étvágyát. Az összecsapás elkerülhetetlen. Talán a nevető harmadiké lesz a hal. Nem. Az eredeti tulajdonos visszaszerzi, és nyomatékosan leszögezi, hogy ez az övé. A halak zöme télen vermel, ám ez nem téli álmot jelent. Ébren vannak, és egy beszűkült területen úszkálnak is, de életfunkcióik lelassulnak. Táplálkozásuk szünetel, vagy minimálisra csökken, tartalékaikra vigyáznak. Kopultyú fedőik is szinte mozdulatlanok, éber tetszhalottként lebegnek a mélyben. A kisebb halak aktívabbak ilyenkor is, de a csapatba verődés és a téli apátia náluk is meghatározó. A törpeharcsák idei generációja a jég alatt is együtt marad, más halat nem engednek maguk közé. A harcsa is csapatos túltelel, de néhány öreg példány egyedül is elfekhet egész térre az uszadékfák közé. Más ragadozók aktívak maradnak, és jobb hián egymást teszik. Ez a sügé rosszkor volt rossz helyen, bal szerencséje csukával hozta össze. Telelő halak réme a káró katona. Télen a hazai állomány megsokszorozódik az északról ideérkezett példányokkal. A vermelő halak közé úszva az egész csapatot szétzavarják, így nem csak azok pusztulnak el, amelyeket megfognak, de a többi is legyengül az állandó zavarástól. A probléma összetett, mivel a káró katona védett madár, ám nagy csapatokba állva vitathatatlanul óriási károkat képes okozni, nem csak a halgazdaságok, de a természetes vizek halállományában is. Ha a káró katonák találnak egy telelő törpe harcsabolyt, nem néznek másra. Ilyenkor örvendetes a tevékenységük.
Számukra ennek a tüskés halnak az elfogyasztása sem jelent különösebb gondot, így nagy mennyiségű törpeharcsától tudják megszabadítani a vizeket. A hó elolvadt, de a fagy tartja magát az óhalászi holdtiszán. A patkó alakú medren kívül nem sok hely van a közelben, ahol elég mély víz van a jég alatt a csukák szaporodásához. Csuka az egyik legkorábban ívó halunk. Már a februári ég alatt felkerekedik, hogy lehetséges párjelöltekkel találkozzon. Vigyáznia kell azonban, mert nem sok más hal aktív ilyenkor, és ha egy nála nagyobb fajtással sodorja össze a végzet, nász helyett tor lehet a dologból. A zavaros vízben elsőre nem látszik jól, mekkora is lehet a szembejövő csuka. Mindkettő tart kicsit a másiktól, megállnak, és farkas szemet néznek. Egyikük úgy érzi, a másik veszélyes lehet rá, és inkább elmenekül. Ha nagyjából azonos méretű és különböző nemű csukák találkoznak, a nőstény lassabban úszik el, a hím pedig követni kezdi. Márciusban újra itt vannak a cangók. A tél elmúlt, a hat évszak körbeért. Megkezdődik a kisvizes tavasz. A Tiszatóban sok hó dél, és amíg száraz a meder, visszaszorulnak az öblítő csatornákba, s itt összesűrűsödik az állomány. Tevékenységük nyomai mindenfelé szembeötlők, de magukat főleg akkor mutatják, amikor leszáll az éj. Ilyenkor indulnak úszó körútjukra, és keresik az ehető kérgű fákat, később pedig a friss hajtásokat. A Tisza által idáig szállított hordalék a vízben ráragad vastag bundájukra, ezért sok időt töltenek annak tisztogatásával. A hód a hajdani prémvadászat miatt pusztult ki a Kárpát-medencéből, visszatelepítése nyomán azonban már szinte bármelyik vízünknél előfordulhat. A víz most melegebb, mint a koratavaszi csípős levegő. A harcsa is felébredt a telelésből. Vérbeli éjszakai hal, ilyenkor nyoma sincs rajta a nappal megszokott tunyaságnak, aktívan keresgél a meder alján. Táplálékának nagy részét ebben az időszakban főként rákok, puha testűek teszik ki. Sok szakember állítja, hogy a Tiszató az ország legjobb harcsás vize. A duzzasztó szomszédságában a káró katonák egy új telepet kezdtek építeni. A birtokba vett fa teljesen elhalt, és fehér lett a madarak maró, savas őrülékétől. A káró katonák túlszaporodott állományának gérítése kizárólag az ilyen homogén telepeken engedélyezett, ahol nem költ más madár, és csak addig, amíg fiókáik ki nem kelnek a tojásaikból. A fa alá beálló vadásztól most elriadtak, de nem kell sokáig várni, hamarosan megpróbálnak visszatérni.
2019 koratavaszi időszakában 113 madarat lőttek ki az ezzel megbízott vadászok. A sebzett, sérült madarakat sem hagyják szenvedni, jár nekik a kegyelemlövés. A nagy fás érparti vegyes telepen a kárókatonák is nyugodtan fészkelhetnek, mivel itt a többi, fokozottan védett madár miatt tilos bármiféle zavarás. A telep így még terjeszkedhet is. A koratavasz a fészkek javításának ideje, a legtöbb pár most ezzel foglalatoskodik. Mellettük legnagyobb számban a szürkegémek rakják a telepet. Messze hangzó kiáltásaik összekeverednek a kárókatonák zsivajával. A párok egy életen át monogámok. A párzás közelettével először apró érintésekkel erősítik a köztük lévő intim viszonyt. Amikor már elég meghitt a hangulat, következhet maga a párzás az általuk birtokolt családi fészekben. Ez az aktus 23 másodpercet vett igénybe. Alkonyatkor sem csitul a telep lármája. A kárókatonák lassan elfoglalják alvófáikat, de továbbra is élénken diskurálnak egészen a teljes sötétség beálltáig. A legmagasabb ponton őrködő öreg madár látja utoljára a lenyugvó napot. S ha nem is fogja fel, de talán érzi a teret, a változatos és sokféle tájokat, a nem soká újra megtelő medencékben hullámzó nyílt vizeket, a szűk csatornákat, integető nádasokat, millió zugot rejtő ártéri erdőket, eldugott szigeteket, morotvákat, holtágokat és belső tavacskákat. És érzi a múló időt is. A nyári pompás, zöld burjánzást, a messzenéző, tiszta, őszi verőfényt és a hirtelen lecsapolást, a téli fagy csípős dermedését és a vízváró tavaszi ébredést, az örökké változó szőketú ember és természet alkotta körforgását.